esti webkonferencia témánk a tumormarkerek és kiértékelésük lesz. A germán gyógytudomány keddesti webkonferenciáin, amire ingyenesen csatlakozni lehet, a ma este egy nagyon különleges témáról fogunk hallani, amelyhez nagyon sok új információt szeretnénk csatolni. De mi is az a germán gyógytudomány? A paradigmaváltást igénylő tudományról beszélünk, tehát azokat a dolgokat, azokat az ismeretanyagokat, amiket eddig tudunk, hallunk a betegségeinkről, gyökeresen megváltoztatja. A germán gyógytudomány másképp értékel bizonyos tüneteket, panaszokat, mint ahogy ezt az akadémikus orvoslást teszi. A tumormarkerek éppen egy ilyen mumus téma, amihez nagyon kevesen mernek hozzányúlni, és szeretném felhívni a figyelmet arra, kedves hölgyeim és uraim, hogy ez az előadás pontosan azt segít megérteni, vagy azt célozza, hogy a tumormarkereket hogyan értékeljük, hogyan latoljuk, milyen fontossági szempontok alapján értékeli és kezeli a germán gyógytudomány. A ma esti webkonferenciánknak a témája tehát a tumormarkerek és kiértékelésük, és talán annyi műhelytitkot megengedsz nekem, drága Karesz, hogy arról is csacsogjak, hogy egy esetbemutatás is lesz benne, több történeten keresztül fogjuk ezt a témát taglalni. A ma esti előadás elsősorban a laikus képzésnek szól, tehát azoknak az embereknek, akik kérdeste a laptop elé ülnek, vagy számítógép elé ülnek. Remélem nem megyünk bele nagyon mély orvosi kielemzésbe, drága Karel, szeretnénk ezt megérteni, szeretnénk a tumormarkerek körüli nagy szürke foltot, ami az ismereteinket illeti, egy kicsit megvilágítanád, és nagyon-nagyon szeretnénk azt is, ha egy pár szót mondanál arról, amit az előbb a bevezetőben mondtam, hogy mi is az a germán gyógytudomány, hogyan kell ehhez hozzáállni, mi ennek a lényege, kifedezte fel, hogyan működik, és milyen jelentősége van ennek a tudománynak a hétköznapi ember életére és egészségére. A ma esti webkonferencián elhangzó anyagok dr. Rikegert Hammer munkásságából, tumorokról szóló leírásából származnak, melyet ma este is, mint minden keddi webkonferencián, dr. Budai László Károly, szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, germán gyógytudományterapeuta fog elmondani nekünk. Köszönöm a bevezető Krékának, és valójában nem szeretnék mély szakmai kérdésekbe belemenni. Ezt megköszönöm mindannyiunknak. Megpróbálom ezt az egészet annyira összefoglalni, hogy minden emberben a nyugalom, a béke létrejöjjön akkor, ha egy tumormarker eredménye esetleg a meghatározott, hát normál érték fölé kerülne. Tehát, mint ahogy engem tanítottak néhány évtizeddel ezelőtt az egyetemen, nem a leleteket kezeljük, hanem a beteget. Engem legalábbis így tanítottak még a 80-as években az egyetemen, és a leleteket olyan mértékben kell figyelembe venni, amint az korrelál, vagyis ahogy az összefügg a betegnek a tüneteivel, panaszaival. Tehát már is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogyha valamit úgy hívnak, hogy tumor marker, és ez rossz eredmény, akkor nem kell rögtön azt a végzetes következtetést levonni, hogy ja Istenem, rákon van. Mindenkit megnyugtatok, bárki hallgatja is ezt a webkonferenciát, mindannyiunkban vannak rákos elváltozások, és hogy ezt megértsük, hogy ez mit jelent, hát pontosan, hogy mindenki megnyugodjon, jó lesz, belefogjunk abba, hogy a rák kifejezés alatt valójában mit értünk alatta, és hogyan jön ez létre, és ugye ez nem rossz indulatú, és nem az életünkre törő biológiai folyamat, ezt számunkra dr. Rikegert Hammer bizonyította be a saját tragédiáján keresztül, hiszen, amint azt már tudjuk, és minden webkonferencián bevezetésben elmondjuk, az öt biológiai természettörvényt a saját tragédiáján keresztül fedezte fel.
A történet lényege, hogy hiába küzdött 111 napon keresztül a fia életéért, Dirk Hamer, a 19 éves fia, 1978. december 7-én az apja karjai között halt meg. Rákban? Nem, az ő fia, hát egy szerencsétlen, nevezhetnénk balesetnek is, de kiderült, hogy nem baleset, hanem szándékos gyilkosság áldozata lett. A savoyai herceg, az olasz trónörökös 78. augusztus 18-án a csónakban alvó Dirk Hamert halálosan megsebesíti két pisztolylövéssel, és innentől indul el a kárvária. 111 napon keresztül Hamer doktor küzd a fia életeért, de, mint mondtam, december 7-én meghal az apja karjai között. Hogyan függ össze ez a történet azzal, hogy ő fedezte fel a germán gyógytudományt? Hát úgy fedezte fel Hamer doktor a germán gyógytudományt, hogy a fia elvesztése után két hónappal Hamer doktornak heredaganata lett, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valamilyen kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése között, hiszen ő addig teljesen egészséges volt, és Hamer doktor amúgy egy kutató orvos volt, több felfedezése született, többek között ugye a Hamer szike, amit a plasztikai sebészek is használnak, az ő találmánya, de emellett teológiát is tanult, és fizikát is. Tehát egy nagyon-nagyon képzett szakemberről beszélünk. Tehát, ha jól értem, akkor Hamer doktor a saját tragédiája után tüneteket tapasztalt, és azt akarta tudni, kutatni, hogy van-e ennek a lelki megrázkutatásnak köze az ő betegségéhez. Így van, ő ezt feltételezte, hogy lennie kell, kapcsolatnak kell lennie az ő heredaganata és a fia elvesztésének, és ahhoz nyilván, hogy ezt egy tudós ember bebizonyítsa, természetesen további hát bizonyítékokat kell felhozni, és első lépésben, első körben 200 daganatos beteget vizsgált meg, és ekkor fedezte fel ő a rák mastörvényét. Természetesen nem tudta, hogy ő 5 biológiai természettörvényt fog felfedezni, és ebben a rák vastörvényében, mivel álmában fia támogatta és bíztatta, hogy jó nyomon jár, kutasson tovább, a fiára való tisztelettel Dirk Hamer kritériumnak nevezte el azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán egy daganatos folyamat beinduljon a szervezetünkbe. Miről is van itt szó valójában? Mindig egy érzelmileg megérintett történet az, ami ha váratlanul, meglepetésszerűen és nagyon súlyosan megráz minket, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi elváltozást. De, és itt jön a de, az a lényeges, hogy ezt az egész nagyon súlyos lelki megrázkódtatást, ezt még magányosan éljük meg, és benne ragadjunk a konfliktusba. Mert ha ez így történik, akkor egy tartós folyamat indul be, és egy tartós szervi elváltozás. Viszont, ha lezárjuk minden napunkat érzelmileg, békében, megnyugodva, ahogy azt tanították, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ha ezt legalább betartanánk, meg se tudnánk betegedni. Akkor is meg fogunk élni természetesen váratlan, meglepetésszerű, súlyos történeteket. De ha ezeket lezárjuk az est közelettével, és nyugodtan, békével, fekszünk le, és a más következő nap nem ugyanezzel a programmal foglalkozunk, akkor természetesen nem lesz belőle szervi elváltozás, mert ahhoz, hogy szervi elváltozás legyen, még egyszer az kell, hogy benne ragadjunk a konfliktusban. Vagyis a hatása alatt maradjunk? Igen, vagyis hogy hatása alatt maradok. Még mindig nem tudtam megoldani, még mindig nem tudtam túltenni magamat egy történeten. Hadd kérdezzek még valamit. A magányosan, elszigetelten átélt érzelmi konfliktus alatt azt kell érteni, hogy erről nem beszélek, nem tárom fel ennek a hátterét, és igen, magamba folytom? Igen, nem kommunikálunk, nem beszélünk róla, és Hamer doktor valamelyik könyvében, már nem tudom, hogy megben, mert majd mindegyik megvan,
Tehát éppen azt írta, hogy a megosztott fájdalom az már csak fél fájdalom. A megosztott lelki probléma már nem fáj annyira, már csak fel annyira fáj. És ezért nagyon fontos az, hogy találjunk empátiára, megértésre valaki részéről, csak hogy a mai egészségügyi ellátás mindenről szól, csak nem az empátiáról. Tehát a lényege ennek a történetnek még az, hogy amikor megtörtént ez a becsapódás, akkor kérem szépen rögzülni fognak a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között a konfliktust elviseltük. De ez se ellenünk, hanem értünk történik, hiszen amikor a sínekből valami visszaköszön, akkor újraindul az egész program már konfliktus nélkül. Ha viszont érzelmileg oldom meg azt, ami érzelmileg érintett meg engem, akkor a sínek eltűnnek, és ezért nagyon fontos lezárni érzelmileg azokat a történeteket, amelyekhez annyira tudunk ragaszkodni, ami hozzátartozik az életünkhöz, amiről úgy hiszük, hogy enélkül a tragédia nélkül, vagy enélkül a kellemetlenség nélkül mi nem lennénk azok, mint akik vagyunk. Ez részben igaz, de csak azért, mert még mindig nem fedeztük fel, hogy mi a tanulnivalónk belőle. És ha azzal foglalkoznánk, hogy a tanúságokat vonjuk le magunknak, de nem túlélő üzemmódban, hanem egy kicsit más megvilágításból, akkor igenis megtanulhatnánk feleslegessé tenni ezeket a konfliktusokat, amiről a részletesebben ugye mind a tanfolyamon beszélünk, mi pedig már az eddigi webkonferenciákon ezt kifejtettük, ha jól tudom, legutóbb az önleértékelésről szóló webkonferencia anyagban. Tehát egy lényeges dolog összefoglalva. Mindig lesznek érzelmi megrázkódtatásaink, amelyek az agy közvetítésével elindítanak egy szervi elváltozást, de csak akkor, ha benne ragadunk a konfliktusba. És ezt kellene megérteni, hogy úgy éljük meg az életünket, hogy ezeket a történeteket el tudjuk engedni. No, de kérem szépen, mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Soha nem az számít, hogy mi történt, hanem az számít, hogy erre nekem mi volt a megélésem. És ezek reagálások részünkről, teljesen tudatlan reagálások, nyilvánvalóan, hogy a reagálásnak a módja az már be van kódolva belénk, már a neveltetésünk, a szokásaink, az azonosultságaink, a félelmeink, a fel nem oldott félelmeink meghatározzák, hogy a váratlan történetekre, amelyek nem úgy történtek, ahogy én szerettem volna, arra mindig ugyanazt a választ fogjuk adni. Tehát ezért nem lehet a beteget úgy gyógyítani, hogy ő nincs jelen. Ezért a weblapnak a fő gondolata, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A második természet törvényt Hammer doktor röviddel az első természet törvény után már feltalálta, hiszen megfigyelhettük, és hát tanultunk is betegségekről, és hogyha ezeket ugye a vegetatív idegrendszer szempontjából vizsgáljuk meg, akkor derül ki, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor a szimpatikus idegrendszernek a túlsúlya az, ami fokozott, más esetekben pedig a paraszimpatikus idegrendszernek a túlsúlya fokozott. A két idegrendszer, amit említettem, ez a vegetatív vagy autonóm idegrendszer két részét képezi, ezekről mi nem tudunk, nem irányítjuk őket, viszont ők azok, akik a belső szervek működését összehangolják. Viszont a működésüket mi irányítjuk, és a DHS az a pillanat, amikor a vegetatív idegrendszerünk a segítségünkre jön. Vagyis, amikor van bennem egy drámai, megoldatlan, nagyon erős lelki megrázkódtatás, akkor ameddig én ezt meg nem oldom egy hétig, egy hónapig, egy évig, 10 évig, a biológiám folyamatosan egy biológiai választ ad arra, amit én lelkileg nem tudok megoldani.
Tehát a biológiánk már is a segítségünkre jön. Általában ez az az időszak, amikor nem érezzük a betegnek magunkat, mert stresszes az életem, mert küzdenem kell a túlélésemért, küzdenem kell azért, hogy elismerjenek, küzdenem kell ahhoz, hogy megőrizzem mindazt, amit megszereztem, a birtokomat, küzdenem kell azért, hogy ne hagyjanak el. Ezek az alapvető félelmeink azok, amelyek meghatározzák, hogy milyen típusú betegségeket fogunk elindítani. Tehát a konfliktus aktív fázisban még küzdünk, és ebben a küzdelemben a szimpatikus idegrendszer túlsúlya az, ami segít minket. Vagyis emelkedik a vérnyomásunk, emelkedik a légzés, a pulzusszámunk, szűkülnek az erek, hideg lesz a kezünk, hideg a lábunk, ezért van ez kék színnel jelölve. És ebben a szakaszban a konfliktus tömeget azt határozza meg, hogy mennyi ideig ültem ebben a konfliktusban, és ez alatt milyen erős érzelmi kilengéseim voltak. Nos, amikor megtörténik a megoldás, a KM a konfliktus megoldását jelenti, nyilvánvaló, hogy mindazt, amit a szervezetünk a szimpatikus idegrendszer túlsúlya alatt elkövetett a túlélésünk érdekében, azt most helyre fogja állítani, azért dominál itt a piros szín, kivéve a középső kiemelkedő nyilat. Most ebben a részben megtörténik a szöveteknek és a működéseknek a helyreállítása. Ha szöveti szinten gondolkodunk, akkor mindig itt jelentkeznek a gyulladások, és mindenki tudja a gyulladás tüneteit, rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár. Ezt már aki régóta hallgat webkonferenciát, már tudja magyarul is, hogy azt jelenti, hogy pirosság, hogyha ugye felszínen van a gyulladás, hogy duzzanat ez a tumor, a kálor azt jelenti, hogy meleg, a dolor, hogy fájdalmas, és hogy funkció lézár, hogy a működésben is gátolt, visszafogott az adott szövetünk, vagy az adott szervünk. Ez az ödéma, ez azért jön létre, hogy helyre tudja hozni a szervezetünk a változásokat, amit még a konfliktus aktív szakaszban elszenvedtünk. Viszont ez az ödéma nem csak itt jelenik meg, minden lélek, agy, szer szinten történik, tehát az agyi központban is, az úgynevezett hameri gózban is ödémásodás kezdődik. És Isten ments ilyenkor a magányosság, létezés konfliktust megélni, mert akkor még egy perifokális ödéma is létrejön a hameri góc körül, essenek az agydaganatokról, vagy az agyvérzésről készült konferencia anyagot megnézni ebben a témában. A lényeg az, hogy ilyenkor megyünk orvoshoz, mert betegségtudatunk van. Viszont ha tudnám, és megnyugodnék, hogy én éppen gyógyulok, akkor lazán átmennénk az epileptoid krízisbe, ami azért nagyon lényeges, mert ez alatt fog az agyirelé helyre jönni. Ugyanis kipréselődik a víz az agyireléből, a központból, és szervi szinten is, vagyis több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi vizet megittunk, és ugyanakkor ez alatt az időszak alatt fogjuk a legdurvább tüneteket megélni. Általában itt hívjuk a mentőt, és megyünk kórházba. Mert ugye van epegörcs, vesegörcs, szívinfarktus, bénulás és epilepsziás görcsroham, ha a DHS, vagyis maga konfliktus, egy mozgáshoz kötődő, halálfélelemmel megtetőzött mozdulatsort jelent. Aztán jön a gyógyulás befejezése, vagyis a megoldást követő fázisnak a hegesedési része. És ez mit jelent, hogy mindaz, ami az exudatív fázisban előkészített a szervezetünk, azt itt a hegszövet fogja helyretenni. És a hegesedési fázis is nem szivatás miatt jár extrém fáradtsággal, hanem azért, hogy maradjunk nyugton, hagyjuk, hogy a biológiánk befejezze végre ezt a történetet, és meggyógyuljunk. Nyilvánvaló, hogy a tüneteinknek a hevessége attól függ, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív fázis, és ott mennyire erős érzelmi kilengéseink voltak. A konfliktus aktív fázis hossza és erőssége meghatározza azt is, hogy az epileptoid krízisben
mennyire fogunk szenvedni. És ne várjuk el azt, hogy a program végére pont minden ugyanolyan tökéletes vagy szép lesz, mint a program elején volt, mert a biológia a túlélésre hajt, és nem a szépségversenyre. Tehát ezzel kell jó lenne tisztában lenni, mert ha nem vagyunk ezekkel tisztában, és nem oldjuk fel érzelmileg a konfliktust, akkor bizony krónikus betegségek következnek. Mégpedig mi? Eljön az, hogy fel se oldom a konfliktust, látjuk, hogy egy folyamatosan különböző erősséggel, de folyamatosan fennálló konfliktus aktív fázisban maradunk, akkor ez egy nagyon veszélyes játék, főleg a sejtek túlszaporításáról, vagy a sejteknek a sorvasztásáról van szó. Sejtek sorvasztása során vérzések léphetnek föl, ha az erekfalát erodáljuk. Aztán, ha működésváltozásról van szó, akkor természetesen a működésváltozás tartós lesz, például a cukorbetegség. Igen. Ezek alatt, az esetek alatt, ahol a meg nem oldott konfliktusról beszélünk, azokat az élethelyzeteket kell értenünk, amiket rábízunk, hogy majd az idő megoldja, de nem vagyunk hajlandók ezt elengedni, érzelmileg átírni, szinte görcsösen ragaszkodunk, kapaszkodunk a konfliktusba. Igen. Bocsánat a kifejezésre, rögeszméinkhez. A rögeszményekhez ragaszkodunk, és nagyon-nagyon köszönöm, Réka, ezt a másfajta megfogalmazást, mert az emberek fejében valószínűleg ez így van raktározva, így ismernek magukra, amikor te mondod ki azokat a dolgokat, amit én megpróbálok az én szempontomból elmondani, de ez tényleg így van, és ne feledjük, hogy a fel nem oldott rögeszmék fognak folyamatos programokat fenntartani. Ezt külön köszönöm, de mi van akkor, hogyha az életem olyan jellegű, hogy folyamatosan találkozunk ugyanazzal a helyzettel, élethelyzettel, akkor mi történik a biológiámban? Hát ha folyamatosan találkozok, ez kétféleképpen is megtörténhet, sőt háromféleképpen, mert miért ne bonyolítsuk. Ugye, ha ritkán találkozok mondjuk egy élethelyzettel, vagy egy személlyel, akivel fel nem oldott konfliktusom van, mondjuk havonta eljön hozzánk valamelyik családtagunk, akihez egy fel nem oldott konfliktus fűz, havonta egyszer. Ez azt jelenti, legyen ez minden hónap elseje, akkor minden hónap másodikán a gyógyulási tünetek miatt már betegnek érzem magam. Ez a policiklikus lefolyás, és nevezhetjük ezt hivatalosan recidívának is. Ez csak azért van, mert ugye a konfliktológizis, vagyis a konfliktus feloldása nem történt meg érzelmileg. Vagyis nem tűntek el a sinek. Vagyis a helyzet az, hogy még mindig nem tanultam semmit se abból a konfliktusból, amit nem tudtam megoldani. Pedig az élet nem szivatás, az élet is csak egy nagy tanítás, csak arra akar minket megtanítani, hogy fogadjuk el a másik embert olyannak, amilyen. Persze, ha a germán gyógytudományt megismerem, akkor sokkal, de sokkal könnyebb lesz elfogadni valakinek a viselkedését, valakinek a, ahogy mondani szoktuk, a tempóját, a szokásait, a hülyeségeit. Csak hát igen, ehhez egy kicsit bele kéne mélyedni a germán gyógytudományba. A függő gyógyulás, amit itt látunk, ez meg azt jelenti, hogy túl gyakran találkozok azzal a feloldatlan problémával. És ez a túl gyakran azt jelenti, hogy naponta. Naponta sínre kerülök. És ugye nincs feloldva érzelmileg a konfliktus, lehet, hogy már észre se veszem, de a sínek azok újra meg újra indítják a programot, azaz elakasztják magát a gyógyulást. A gyógyulás nem tud eljutni az epileptoid krízisig sem, és mivel ugye itt gyulladásos tünetek vannak, ezért a gyulladás, a fájdalom, a duzzanat, ez szinte állandósul, és ez lesz az állandó fájdalomnak a tünete. És hogy bonyolítsuk az életet, mert az előbb ugye ezt is mondtam, ezeket a függő gyógyulásos folyamatokat betehetjük ide, és policiklikusan is lefolyhat. És ez azt jelenti, hogy van 1-2-3 hónapon állandó fájdalommal, aztán van egy hosszú szünet, és aztán megint jön egy ilyen fájdalom.
Na most ezeknek megfelelően a germán gyógytudomány tudományos táblázatát át lehetne írni, mert a mai medicinának mindenre van egy elnevezése, sőt, örülnék, ha csak egy lenne. Tessék megnézni az orvosi szótárt, milyen vastag. De hát arról van szó, hogy ha tudom, hogy valójában miről is szól a történet, akkor rá fogok jönni, hogy bizonyos folyamatok, például a hormonális rendszerben, beszéltem ugye Addison-kórról és a Cushing-szindrómáról, illetve a mellékvese kéregről szóló előadásban. Kiderül, hogy ugyanannak a programnak a két vége, az egyik a konfliktus aktív szakasz, a másik a megoldási szakasz. És a medicinában ez két külön betegség. Tehát ez az egész egy fantasztikus rendszer, ami alapot ad a megértéshez. És miért is tudomány? Pontosan azért, mert Hammer doktor az embriológiáig leásott. Újra tanulmányozta az embriológiát, hogy megértse, hogy mi történik a szervezetünkben, külön a konfliktus aktív és külön a megoldási szakaszban. És ugye tudjuk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És míg működnek, addig élünk. Na most, ha biológiánk a túlélése érdekében csak háromféle dolgot tud tenni, bármit megnézünk a medicinában, minden, vagy arról szól, hogy sejtet szaporítok, vagy arról szól, hogy sejtet sorvasztok, vagy arról szól, hogy működést változtatok a konfliktus aktív szakaszban. És természetesen a megoldásban ennek a fordítottja fog történni. Vagyis a feleslegessé vált sejteket lebontjuk a megoldásban, a hiányzó sejteket visszaépítjük a megoldásban, és a leblokkolt működést helyreállítjuk a megoldásban, mert a helyzet az, hogy egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen, és minden csak tőlünk függ, hogy mikor jutunk el a valós megoldáshoz, az érzelmi feloldáshoz. Mi határozza meg, hogy hol lesz sejtszaporítás, hol lesz sejtsorvasztás vagy működésmódosítása? Hát ez a lényege az egésznek, hogy ez nem véletlenszerű. Ennek a tudományos alapját pontosan az embriológiában találjuk meg, és ebből ugye minden orvos vizsgázott, még az elején, és soha nem mutattak rá az összefüggésekre, ami az embriológiai tudásunk és a gyakorlati tapasztalat között húzódik. A megtermékenyített petesejt, ugye a megtermékenyítés után 8-10 nap múlva érkezik meg a petevezeték külső harmadából a mély üregbe, és veszi fel a kapcsolatot a mély nyálkahártyával. Ez még akkor egy szeder csíra állapot, vagyis el tudjuk képzelni a szedert vagy a málnát, ugye több egyforma bogyóból áll, és ez a szeder csíra állapot is azt jelenti, hogy azonos sejtek még egy nagy sejt konglomerátumban foglalnak helyet, de mielőtt megtörténik ez a beágyazódás, amit itt látjuk, három csíra lemezzé szerveződnek a sejtek. Itt egy keresztmetszeti képet látunk, amit Hammer doktor rajzolt, természetesen sárga, narancs és piros színekkel jelzi a különböző csíra lemezeknek a keresztmetszeti képét. Vagyis van belső csíralemez, vagy endoderma, van középső csíralemez, mezoderma, és van külső csíralemez, ektoderma. És láthatjuk a csíralemezek és az agy közötti összefüggést. Kérem szépen, fantasztikus rend van a biológiában. Mondhatnám, hogy hierarchia és nem demokrácia, mert ugye az egyes idegi központoknak megvan a feladatuk. És ők egy életen át ugyanazokra a sejtekre hatnak, és ezek a sejtek mindig ugyanúgy fognak működni. Az életben maradásunkat az endodermális csíralemezből, belső csíralemezből származó sejtek biztosítják, az agy törzs, a legősibb agyi részünk irányítja ezeket a sejteket, vagyis ők foglalkoznak a falat megszerzésével, a víz bentartásával, a levegő megszerzésével, mert levegő, víz és falat nélkül nincsen élet. Ide a falat konfliktusokról beszéltem egy külön webkonferenciában, nem szeretném részletezni, megnézhető a weblapról. A falat konfliktushoz még nagyon fontos a hang és a fény falatoknak a megszerzése,
és aki a hormonális rendszert végig nézte, már elérhető, az találkozik a tobozmiriggyel, és ott a fény problematikájával. Nem viszem tovább a gondolatot, akit érdekel, az úgynevezett harmadik szem és a fény kapcsolata megnézi a hormonális rendszert. A középső csiralemeznek a sejtjeit két idegi központ irányítja, látjuk a kisagy és a fehérállomány irányító központokat. A kisagy azokat az érzéseket veszi, és azokra az érzésekre fog sejtszinten választ küldeni, amelyek a támadásról, bemocskoltságról és a gondozási konfliktusokról szólnak. Erről is volt webkonferencia, nem részletezem. A héten kikerül, mert már átnéztem, és a vágási pontok megvannak. Az önleértékelés, önpusztítás, erről is volt egy külön webkonferencia, és úgy látom, hogy nagy sikernek örvendett a leggyakrabban megnézett webkonferencia 24 óra alatt már. Hányan nézték meg, Réka? Több mint 300-an, ha nem tévedek. Szóval 24 óra alatt. Az önleértékelés tehát azokat a sejtjeinket, szöveteinket érinti, amelyek a mozgással kapcsolatosak, ezért van itt a csontrendszer ábrázolva, mert ugye a mozdulatnak az alapját a csontok képezik, a csontokat az inak ízületek kötik össze, a végtagjainkat az izmok mozgatják, az izmokat az erek látják el, és a kötőszövet, vagyis zsírszövet biztosítja a plusz energiát a mozdulathoz, tehát ezek a felsorolt szövetek mindig először sorvadnak, majd visszaépülnek fájdalom, gyulladás közepette, és a lényeg, hogy a program végére erősebbek lesznek, mint voltak. Az agykéreg a birtok és elválasztási konfliktusokról szól, mindkét konfliktus típusról a webkonferencia elérhető. Ide tartoznak még az akaratlagos mozgások, a mozgászavarokról is van webkonferencia anyag, illetve az érzékszerveknek az érzékszerveknek a központjai, idegi központja és az agykérekhez kötöttek. Tehát a lényeg ennek az egész rajznak, laikus szemmel, csak annyi, hogy megértjük, hogy mint az elültetett magból kinő a növénynek gyökere, szára, levele, mindene, ugyanúgy a megtermékenyített petesejtből lesz nekünk minden sejtünk a három csíralemez közvetítésével, és ezek a sejtek egy életen át a meghatározott működést fogják végezni, nem vándorolnak. Akkor mi a helyzet az áttétekkel? Ott a rákos sejtek vándorlásáról szól az elmélet. Az elmélet, nagyon jól mondtad, Réka, igen. Ez egy olyan elmélet, egy olyan hipotézis, ami nincs bebizonyítva, bár nagyon-nagyon igyekeznek bizonyítékokat keresni arra, hogy van áttét, de gondolkodjunk logikusan. Amint mondtam, a biológiában nem demokrácia van, hanem hierarchia. Itt láthatjuk a hierarchikus központokat. A falat konfliktusokra természetesen az agykéreg is tudhatni, és ezek a hosszanti kapcsolatok mellett még vannak vízszintes kapcsolatok, amit már konstellációnak nevezünk, agytörzsi, kisagyi, fehérállományi és agykérgi konstellációk. Azért a birtok konfliktusoknál is beszéltem a konstellációkról is. Nos, a lényege ennek az egész történetnek az, hogy ezek a sejtek, hogy is mondjam, helyhez kötöttek. Azok a sejtek, amelyek vándorolnak bennünk, azt a véráram szállítja. Ők tényleg vándorolnak. Amúgy a vérből még nem mutattak ki keringő rákos sejteket, és ami a nyirokrendszerben van, az pedig a lebontott sejt, ami éppenséggel a biológiai reciklingben vesznek részt, vagyis a nyirok sejtjeink azok, a nyirok rendszerünk az, ami a lebontott sejteket újrahasznosítja, mint ahogy láthatjuk a lép esetén is, a lép az, aki kiszűri a kiöregedett vörös vérsejteket, és újrahasznosítja a benne levő anyagot, ebből a hemoglobinból lesznek az epefestékek, de ez a csont- és vérképzésnél, illetve a lépnél elmondtam. Nos,
A legnagyobb, hát mondjam, képzelőerő szükséges ahhoz, hogy elképzeljem, hogy akár a gyomrom, a belem, vagy éppen a prostata sejtje elindul vándorútra, és egyszer csak kiköt valamelyik csontomban, izmomban, vagy éppenséggel az agyamba. Közük nincsen ezeknek a szöveteknek egymáshoz. Látjuk, hogy mindegyik, amit felsoroltam, más-más csíralemezből alakult ki, tehát nyugodjunk meg, nem áttétek vannak, hanem újabb és újabb félelmek. Már mondtam, hogy bemegyünk egy félelemmel az orvoshoz, és másik 5 félelemmel jövünk ki. Már pedig minden félelemre egy-egy biológiai programot indítunk el. És aztán, mivel, hogy hát a prostatarákom miatt volt a orvosnál és a tüdőben megjelent valami áttét, idézőjelben mondtam az áttétet, vagy a csontomban, ezért nyilván, mivel a prostatarák volt az első diagnózis, azt fogják mondani, hogy ez annak a következménye. Kérem szépen, a betegségeket nem úgy kell elképzelni, mint a virágcsokor kötését a virágos üzletben. Mindenféle virágokat összekötünk, hogy egy szép csokor legyen belőle. Ezt az orvosi rendelőben megteszik nekünk, nem csak a diagnózisokkal, hanem a receptekkel is. Minden félelemre egy külön biológiai programot indítunk el, ezt tessenek megérteni, ez a gyönyörű a germán gyógytudományban, hogy mindennek megvan a valós oka. Ezzel kell foglalkozni, és ezt kell feloldani érzelmileg. És hogy nehogy egyedül érezzük magunkat, Hammer doktor, ugye, a negyedik természet törvényben bebizonyítja, hogy a bennünk élő gombák, baktériumok és vírusok a mi barátaink, a mi segítőink, hiszen segítenek lebontani a gombák és a TBC baktériumok a felesleges sejteket, és segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket a baktériumok és a vírusok. És ha ezek elszaporodnak a szervezetünkben, az nem fertőzés, hanem arról van szó, hogy függőgyógyulásban maradt egy programunk, és ebből lesz mondjuk valakinek fehér folyása, ebből lesz valakinek mondjuk leprája, vagy ebből lesz valakinek az EPE úti programja miatt egy hepatitis C-je, vagy éppenséggel a mély száj nyálkahártyán kimutatott fekéből egy vírus, amit ugye, amire már oltást is kitaláltak. Azt egyezünk meg, hogy semmilyen félelmet nem fog megoldani egyetlen oltás se. A HPV oltás se fogja feloldani, hölgyeim, a féltékenységet. Márpedig ez az egyetlen dolog az, ami elindítja a mély száj nyálkahártya sorvadását, majd a gyógyulási szakaszban megjelenik a vírus, hogy segítsen visszaépíteni mindent, amit lebontottunk. Tehát mondom, a bennünk élő segítőkről van szó, és nem arról a fertőzésről, amit egy külső tényező okozott. Mert ugye a gyermekágyi lázat is az okozta, hogy a kedves kollégák a boncteremből mosatlan kézzel bementek a szülőszobára, és a várandós vagy szülőanyákat vizsgálgatták. És természetes, hogy megtörtént a mérgezés és a szepszis. Tehát ez egy más történet. Az is egy teljesen más történet, amikor kísérletileg biológiai fegyverekben mindenféle hát újabbnál újabb mikroorganizmusokat tesztelnek le. És írják az orvosi lapok, hogy új vírust vagy új baktériumot fedeztek fel. Ilyenkor tudom, hogy a kutatásban dolgozó kollégák nem dolgoztak hiába. Az 5. természettörvény teszi fel a koronát Hammer doktor munkásságára, és ha csak ezt az egyetlen dolgot el tudnánk fogadni békével a szívünkben, akkor kérem szépen meg is tudnánk gyógyulni. Mert ha teszem azt, éppen valaki itt a hallgatóságból betegségekkel küzd, idézőjelben mondtam a betegséget, de most már tudjuk, hogy ezek mind értelmes biológiai külön programok, amelyek különben nem indulnak el, csak ha én elindítom. Tehát ezért külön programok.
De ha én lenyugszom, hogy minden, de minden rólam szól, minden a gyógyulásomért történik, vagyis a túlélésért és a faj fenntartásáért, akkor megnyugszom, hiába mondták azt, hogy gyógyíthatatlan beteg vagyok, vagy rossz indulatú betegségem, vagy áttéteim vannak, ezek, kérem, ezek nem valós dolgok. Egyetlen értelem van a biológiában a túlélés és a faj fenntartása. Nincsen jó meg rossz, az a mesében van, meg az emberek fejében. Itt értelmes biológiai különprogramokról beszélhetünk. Talán így újra tudjuk értelmezni ezt az általad gyakran említett mondatot, ami lassan már közszájon forog, hogy a biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. Hát igen, pont erről van szó, hogy nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem. És akkor, ha a tumormarkerekhez érkeztünk, akkor egy összefoglaló táblázatot mutatok szintén Hammer doktortól, hogy megértsük, hogy miköze a germán gyógytudománynak az öt biológiai törvénynek a tumormarkerekhez. A germán gyógytudomány nem azért lépett színre, hogy a korábbi értelmetlen dogmákat új, szintén értelmetlen dogmákkal pótolja, szó szerint idézem Hammer doktor könyvéből, javaslatai mindig a biológiai összefüggések megértéséből származnak. Miközben korábban kizárólag az állt a középpontban, hogy az orvosok valamilyen trükkel megszüntessék a zavaró tüneteket, azonban sokkal kevésbé zavaróak, amennyiben megtanultuk megérteni és besorolni azokat. Tehát ha valaki azt állította, hogy a rákos megbetegedésekre vonatkozó rendszerrel élt, az csak tévedés lehetett, ahogyan ezt például az úgynevezett tumormarkerek esetében tapasztaltuk, amelyek visszatekintve önmagukban teljesen értelmetlennek bizonyultak, és legtöbbször épp az ellenkező folyamatot jelezték, mint amit a számlájukra írtunk. Hiszen a daganatos és a rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikus rendszerének köszönhetően fény derült arra, hogy ennek ismerete nélkül soha nem érthettük meg a rákos megbetegedéseket, mivel azokat tudatlanságukban részben a konfliktus aktív részben a megoldást követő fázisban soroltuk be, miközben az ősagy irányítása alatt álló szervek esetén. Itt a sárga mezőben, ugye? A konfliktus aktív szakaszban. A sejteknek a szaporodása történt meg, addig a nagyagy fehérállomány és agykérgi részben, részből induló betegségek, programok során a konfliktus aktív szakaszban mindig sejt sorvadás, a megoldásban pedig a sejtek visszaépítése történt meg. Na most a vagotóniás megoldási fázisban a fordítottja zajlik le annak, ami a konfliktus aktív szakaszban megtörténik. Erről egy lélek se tudott eddig, írja Hammer doktor. A germán gyógytudomány különösen a tumorok ontogenetikus rendszere. Az orvostudományban hasonló a természettudományban az elemek periódusos rendszerének jelentőségéhez, hiszen körültekintően leírja az orvostudomány összefüggéseit. A tumormarkerek tények és létezésük a germán gyógytudományon belül vitathatatlan. Egyetlen hátrányuk, hogy nagyrészt téves elnevezést kaptak. Ez azt jelenti, hogy ezeket a tényeket diagnózisokkal terhelték meg. Professzor dr. Jörg Birkmeier, aki 1988. december 9-én Bécsben részt vett 7 páciens verifikációs felülvizsgálatán és aláírásával megerősítette a germán gyógytudomány helyességét, a Karger kiadónál 1984-ben megjelent Tumorbiológia című könyve eképpen definiálta, határozta meg a tumormarkereket. Tumormarker alatt azokat a kritériumokat értjük, melyek neoplasztikus folyamatokra utalnak. Ide sorolhatóak a hematológiai, citológiai, klinikai, vegyi és szerológiai tesztek. Jelenleg ilyen
Szérumból kimutatható markereket elsősorban kezelhetőségük miatt használnak a rákos betegek ellenőrzése céljából. S valójában ezek a tumormarkerek kimutatása egy lényeges feltételhez van kötve. A rákos sejtnek megfelelő mennyiségű markerként szolgáló komponest kell képeznie, amelyeknek ezután a vérbe kell kerülniük, hogy kimutathatóak legyenek. Ez a feltétel jelenleg minden laboratóriumi diagnosztikában használt tumormarker esetén teljesül. Az alfa-1 fetoprotein, AFT, egy 700 dalton molekula súlyú glikoprotein, amely a májban, a szikhólyagban és a magzat, gyomor és béltraktusának részeiben képződik. Ez a korai magzati fázis fő proteinje. Fizikokémiai tulajdonságai az albumin sajátságosságaihoz hasonlóak. Egészséges felnőtt esetében az AFP szérum koncentráció értéke 7 egység per milliliter alatt van. Ez körülbelül 10 mikrogram per liter. Összehasonlításképpen a várandóság 5. hónapjában a koncentrációs maximum érték 2 millió mikrogram per liter, tehát körülbelül 3 gram per liter. Az AFP koncentráció jelentősen megemelkedik az elsődleges májsejtdaganat, a csiratumorok, a hasnyálmirigy, a gyomor és a vastagbél karcinóma esetén. Magas AFP értéket mutattak ki a máj nem rossz indulatú megbetegedéseinél is, például akut vírusos hepatitis, májzsugorodásnál és az úgynevezett neonatális hiperbilirubémia esetén is. Köszönöm szépen Rékának a felolvasott idézetet, és mint láthatjuk, léteznek tehát nem specifikus, többé-kevésbé specifikus és specifikus úgynevezett tumormarkerek. A marker kifejezést minden további nélkül átvehetjük, írja Hammer doktor. Alapjában véve minden rákos burjánzási folyamatnál vagy a rák megoldási fázisa esetén találhatunk ilyen nem specifikus vagy specifikus markereket. Ezek közül a legkevésbé specifikus a vörös vérsejt süllyedési sebesség. Azonban eddigi orvostudomány eddig nem tudott különbséget tenni egy konfliktus aktív és egy megoldási szakasz fázisa között. És természetesen még kevésbé volt tudatában annak, hogy biológiai értelme van, ami a két fázis egyikében rejlik. Így fejlesztette ki olyan markereket, amelyek száma egyszer a konfliktus aktív fázisban volt magasabb, más markereké pedig a megoldási fázisban volt magasabb. Ezáltal a valós tényekből téves, legalábbis félrevezető diagnózisok jöttek létre, hiszen általában a megoldási fázis minden tumormarkerét egyben vitalizációs markernek is nevezhetnénk. A ma igénybe vett terhességi tesztek alapját például a beta HCG képezi, humán koriogonadotropin hormon. Egy gyakori példát szeretnénk a következőkben felolvasni. Ez a példa Hammer doktor egyik pácienséről szól. Idézem. Egy páciens a metróban tanúja lett egy másik utas brutális megtámadásának. Megkísérelte megvédeni az áldozatot, de a tettesek úgy helyben hagyták, hogy kórházba került. Számtalan jelentős sérülést szenvedett. A páciens ezen sok élmény hatására, vagyis ezen DHS hatására számtalan konfliktust szenvedett el, többek között egy veszteségkonfliktust, melynek megnyilvánulása egy jobb oldali hereteratóma. Ez az ősagy által irányított sejtszaporulatot jelent. Féltette a tőle segítséget kérő életveszélyes sérüléseket szenvedett utas életét is a páciens, és felelősnek érezte magát érte. 3 héttel a brutális támadás után az orvosok véletlenül felfedezték a jobb here duzzanatát, megoldási fázisban természetesen, ezután hereamputáció és a herék szövettani vizsgálata következett.
Ez a páciens, írja Hammer doktor, hirtelen a baleseti sínről gyanútlanul rákerült a ráksínre. Gyógyíthatatlan, áttétes esetnek nyilvánítva itt befejeződött volna a történet, azonban a beteg még a kapuzárás előtt rátalált a germán gyógytudományra. A pácienst érdekes módon prof. Klippel küldte hozzám, írja Hammer doktor, a biológiai rákelhárítás egyesület elnöke, aki korábban a kemoterápiás onkológusok elnöke volt. Amikor Dirk fiam halála után, 1978-ban én magam is jobboldali hereteratóma karcinomában betegedtem meg, pontosan úgy érveltem, mint ez a páciens. Korábban soha nem volt semmi komoly betegségem. De röviddel a fiam halála után hereduzanat és egy teratókarcinoma keletkezett. Kicsi volt a valószínűsége annak, hogy ez merő véletlen. Egy apa esetében, aki szereti a fiát, a veszteség konfliktust át tudjuk érezni, de egy fiatal ember esetében, aki veszteség konfliktus szenved el, mert attól fél, hogy egy számára ismeretlen férfi halálosan megsebesítenek, nos, ez a reakciót csak akkor tudjuk megérteni, ha átlátjuk a biológiai összefüggéseket. Ez a páciens tehát elszenvedett egy teratomát és egy intersticiális herenekrózist herecisztával a megoldási fázisban. A teratomáról tudni kell biológiai értelemben, hogy az ember biológiai vészhelyzetben aktivizálódó ősi képessége a szűznemzésre, tehát a szervezet egy közeli hozzátartozó elvesztése esetén megpróbálja bekapcsolni ezt az ősi biológiai programot. Ezzel egyidejűleg azonban fut egy másik program is, az intersticiális herenekrózissal, melynek biológiai értelme a megoldási fázisban rejlik, és egy indurálódott, vagyis megkeményedett herecisztának köszönhetően lényegesen több férfi nemi hormont, tesztoszteron termel, ezáltal fokozva a hím egyed megtermékenyítő képességét, hogy pótolni tudja partnere vagy gyermeke hiányát. Na most, páciensünk esetében a markerek először nem emelkedtek meg, mert a konfliktus rövid ideig tartott, és a műtétre is hamarosan sor került. Azonban egy későbbi recidival, ugye metróval utazott, máskor is, egy későbbi recidíva során a konfliktus tovább tartott, mert az alfa-fetoprotein titer értéke 70,5 egység per milliliterre emelkedett. Ha dr. Birkmeier meghatározását követjük, ez alkalommal a balhere reakciójára került sor. A páciens számára nehézséget okozott megítélni, hogy megnagyobbodott-e a balheréje, hiszen nem volt összehasonlítási alapja már. Általában a germán gyógytudomány, mivel minden nem invazív vizsgálati módszert igénybe vesz, a diagnózis felállítása során előszeretettel hívja segítségül ezeket a markereket. Arra, hogy eme páciensünk esetében fény derült a markerek miatt, amelyek tulajdonképpen semmi negatívat nem hordoztak, a páciens hirtelen pánikba esett, miután közölték vele a diagnózist, amelynek hatására a tüdejében kerekárnyék jelent meg halálfélelmi konfliktus miatt. Hammer doktor így folytatja. Én magam is tanúja voltam számtalan páciens halálának, akik valójában már majdnem felépültek, amikor az orvosok megállapították, hogy megemelkedett náluk az úgynevezett tumormarker érték, és ezt közölték is velük. Emiatt halálos pánik kerítette hatalmába őket, és nem sokkal ezután tüdejükben számtalan kerekárnyék volt kimutatható. Megjegyzem, hogy a tüdőről szóló webkonferencia anyagban erről részletesen beszélünk. Hammer doktor így folytatja. A páciensnek a további áttét diagnózisoknak köszönhetően egyre ijesztőbb ördögi körbe kerülnek, és ez végezetül az életükbe kerül. Eféle a nyirokrendszeren keresztül terjedő feltételezett áttétek vezettek ahhoz a téves felfogáshoz, hogy a heréből az áttétes sejtek a paraaortális nyirokcsomók mentén a tüdőbe úsznak, idézőjelbe, és ott entodermális tüdőkerekárnyékokat képeznek. Igen érdekes és egyben értelmetlen, kizárólag szigorúan hithű akadémikus orvosoknak való elképzelés ez, hogy az úgynevezett rákos sejtek teratomát képző sejtek
Vándorlás közben kétszer megváltoztatják a csira lemez hovatartozásokat, ugye entodermából átmennek mezodermába, majd onnan visszaalakulnak entodermális sejtély. Ráadásul egyszer még fázist is váltanak, mert a konfliktus aktív fázisból átmennek megoldásba, majd megint konfliktus aktív fázisban. Szóval, azonban az orvosok hittek ebben a képtelenségben. 1979-ben még jó magam is ezért az akadémikus orvostudomány által javasolt műtét mellett döntöttem, és egy genyes hashártyagyulladás, egy mentális hasat érintő támadás konfliktus után megoldás követő fázis, hajszál hiány az életembe került. Az orvosok ezután kevesebb, mint 1%-ra becsülték a túlélési esélyeimet. De ezt minden tanfolyamon elmondom. A germán gyógytudomány ezek szerint vitathatatlan tényeknek számító markereket meg kell tanulni újra értelmes módon értékelni, és a különböző csíralemezek és a két értelmes biológiai különprogram fázis szerint kell rendszereznünk össze, csak akkor lesznek segítségünkre, a páciens pedig nem fog többé pánikba esni tőlük. Itt láthatjuk azt az osztályozást, a tumormarkerek osztályozását, ami ugye hát az akadémikus gondolkodást tükrözi. Ebben láthatjuk, hogy vannak úgynevezett celluláris, vagyis sejthez kötött tumormarkerek, és vannak extracelluláris, vagyis keringő tumormarkerek, illetve vannak az úgynevezett hormonok. És azt is láthatjuk, hogy a megfelelő érzékenység, vagyis szenzitivitás, és a fajlagosság, vagyis specificitás nem teljesül. A specificitás azt jelenti, hogy aki nem beteg, annál ne legyen pozitív a teszt. Márpedig vannak olyan tesztek, amelyek a nem betegeknél is pozitívak. Szóval ez mind azért jöhet létre, mert a második és harmadik biológiai törvényt ugye nem vesszük figyelembe. Ezeket a vitathatatlan markereket meg kell tanulni újra értelmes módon átértékelni, írja Hámer doktor. Bocsánat, igen, az a lényege ennek a tumormarker értékelésnek, hogy tudjuk, hogy melyik milyen szakaszban mit jelent. A 19-9-es tumormarker, ugye a kolorektális, vagyis a vastagbél, végbél karcinómákban, mint marker azt írja az állásfoglalás, hogy nem ajánlott. Ez az ASCO 2006-os állásfoglalása a gastrointestinális tumorok markereiről, szakkönyvből szedtem elő. A pankreász, tehát a hasnyálmirigy daganatban azt mondja, hogy nem ajánlott szűrőtesztként a 19-9-es, az operálhatóság meghatározásában önmagában nem ajánlott, kevés az adat, a rekurencia, vagyis megítélésében, vagyis a recidíva megítélésében nem áll rendelkezésre határozott evidencia, vagyis bizonyíték, ilyen tanulmány, a terápia monitorizálásában való használhatóságának megítélésében kevés még az adat. Aztán a következő képen meg azt olvassuk az állásfoglalást a gastrointestinális tumorok markereiről, ASCO 2006, hogy a korioembrionális antigén, ugye a CEA, a kolorektális karcinómában mire használható? Nem ajánlott, mint screening teszt. A preoperatív mérésnél a megemelkedett szintje jól kollerál, tehát jól mutatja a prognózist. De a második-harmadik stádiumban ugye a diagnózis felállításról kezdve három havonta vissza kéne járni, hogy nézzék ezt a CEA-t, hogy milyen szinten van. És ugye itt jön az, amikor a beteg az emelkedett értékek miatt újabb konfliktust él meg, és aztán végül ebbe hát belehal.
A vizsgálatok viszont kimutatták, hogy a metasztázis irányába nem indokolja a megindítását az adjuváns terápiának. Vagyis még ha meg is emelkedik a CEA értéke, az sem indokolja azt, hogy újabb szisztémás terápiát adjanak a feltételezett metasztázisnak, olvasható pontosan ebben a részben. A terápia monitorizálása során, ugye, ha emelkedik az első 3 hónapban, akkor a váltáskor 4-6 hetenként kéne ezt ellenőrizni. Ezek szakmai labból idézett dolgok. Aztán van két táblázatom is, amiben hát különösebben nem szeretnék belemenni. Ez, amit itt mutatok, az antikáncer folyóiratnak a táblázata. Éppenséggel benne van az orvosi megnevezés, a biokémiai tulajdonságok, a molekulasúly és az elsődleges klinikai alkalmazás. És amint nézzük ezeket a káncer antigéneket, a C, a rák antigén, igen, már eleve a megnevezés nagyon jó, mert ugye túl felment a rák antigénem, a 125-ös. Ugye annak a biokémiai tulajdonságáról annyit kell tudni, hogy az egy mucin, vagyis valamilyen nyákszerű, kimutatható anyag. Aztán a CA724, ez egy glikoprotein, tehát egy cukor és fehérje komponens, hogy lefordítsa mindenkinek, a gyomorrák monitorizálására fejlesztették ki, illetve ott határozzák meg. És folytathatnám itt ezeknek a dolgoknak az idézetét, egészen a citokeratin alapú antigénekig, amelyek, hát hogy mondjam, a laikus embernek ezek a szavak is már azt hiszem épp elég konfliktust okoznak. Senki ne érezze magát tudatlannak, mert ezeket nem érti. A helyzet az, hogy amint azt Hammer doktor tisztázta, valójában a felesleges halálfélelmi konfliktusokat kellene elkerülni, és nem a tumor markereket kéne kezelni, hanem magát a beteget. Nyilvánvaló, ha a félelmek nincsenek feloldva, akkor a tumormarkerek ott maradnak. Milyen érdekes, hogy prostata eltávolítás után a prostata specifikus antigén értéke még mindig lehet magasabb. Vajon miért? Nos, a rák vastörvényének reprodukálhatósági vizsgálatát 5 orvos végezte el Bécsben, 1988. december 9-én, ahogy erre már utaltam, és ebben benne volt Birkmeier professzor is. Összesen 7 páciens esetét vizsgáltuk meg, írja Hammer doktor. A vizsgálat célja kifejezetten annak megállapítása volt ezen páciensek, akik rákban és rákkal egyenértékű megbetegedésekben, például krombetegség, szklerózis multiplexben szenvedtek, hogy a korkép és a betegség lefolyása egyértelműen megfelele a rákvas törvényének. És jön a válasz. A helyzet egyértelműen ez volt. Ez nagyon-nagyon lényeges megállapítás. Mindhárom szinten, a lelki szinten, amit a jelenlevő páciensekkel tisztázni tudtak, ugye konfliktus anamnézis, agyi szinten a rendelkezésre álló CT képek alapján, és szervi szinten a rendelkezésre álló röntgenfelvételek és kórházi leletek segítségével. Megjegyzik, hogy ez az 5 orvosiból alakult bizottság, hogy dr. Hammer úr a legtöbb páciens korában nem ismerte. Az összefüggések meggyőzőek voltak. Ezt ugye, mint mondtam, 88. december 9-én írták le. A folytatás ennek a történetnek elég szomorú. Professzor dr. Jörg Birkmeier a tumorbiológia területén Ausztria legfőbb szaktekintélye. Dr. Riskidál asszony elmondása szerint
Hitt és Páholy testvérei könyörtelenül megbüntették, amiért aláírta a reprodukálhatósági vizsgálat eredményét. A házát felgyújtották, és kislánya, aki meg akarta menteni a kutyáját, belehalt a füstmérgezésbe. Ezek után egy pillanat, még egy esettörténetet szeretnék idézni Hammer doktornak ebből a könyvéből, ami szintén az emelkedett tumormarkert értékről szól. Egy páciens, aki 30 éves volt a vizsgálat vagy a kapcsolatfelvétel során, 12 éves korában élte át az alábbi esetet. Barátjával együtt át akartak futni az úttesten. Ő az utolsó pillanatban megállt, a barátja azonban futásnak eredt, és a következő pillanatban a szeme láttára elütötte egy autó, és a felismerhetetlenségig szétroncsolta barátja testét. A fiú szörnyen pánikba esett, kiabálva menekült el a helyszínről, és egész nap zavarodottan fejveszve bolyongott a környék utcáin. A fiú a baleset következtében egy veszteségkonfliktust, ennek következtében pedig egy herekarcinómát szenvedett el. Ezután balheréjében kis kemény csomót tapintott ki. 29 évesen ráesett egy utánfutó szélére, és esés közben ütés érte ugyanazt a heréjét, amelyben vérömlény keletkezett. Amikor már kissé felszívódott a vérömlény, újra kitapinthatóvá vált az a kis csomó, amely már csak nem 20 éve ott volt. A házi orvos beutalta őt a kórházba, mert attól tartott, hogy az ütéstől az úgynevezett rákos burjánzás indult el. A kórházban műtéti úton eltávolították a heréjét. Diagnózis: véromleny és egy kis hererák. Azt mondták neki, hogy a rák be volt okozódva, tehát szerencsére még az elején csípték el. És ekkor kezdődött el a páciens kálváriája. Ez a szomorú. Elővigyázatosságból kemóval kezelték. Már műtét után. A páciens mindezt túlélte, felépült és munkába állt. Amikor a nyaralásból szépen lebarnulva megérkezett, mit sem sejtve elment egy utógondozó kontrollvizsgálatra. Ott közölték vele, hogy megemelkedett a tumormarker, a CEA értéke, és emiatt semmi jót nem tudnak javasolni neki. A páciens, aki tulajdonképpen már teljesen jól volt, egy csapásra szörnyű halálfélelem tört rá, emiatt a tüdejében kerekárnyékok jelentek meg. Ennek következtében az orvosok a legerősebb citosztatikumokkal kezelték. Vagyis sejtosztódást gátló mérgekkel. A mellékhatások miatt egyre jobban hatalmába kerítette a halálfélelem, végül már másra nem is tudott gondolni, csak a halálra. A férfi a tumormarker diagnózis után 3 hónappal meghalt. Megjegyzés. A rák diagnózisának felállításakor a paciensek 1-2%-ánál mutatnak ki a tüdőben kerekárnyékot, sejtszaporulatot, és ezek keletkezésének is alapos oka van. 2-3 héttel később a kontrollfelvételeken azonban a páciensek 20-40%-ánál már rendszerint látható a tüdősejtszaporulat, legtöbbször a brutális diagnózis okozta halálfélelem DHS miatt. Tehát egyértelműen kiderül számunkra a mai webkonferencia anyagból, hogy nem számértékeket kellene figyelni és figyelemmel kísérni, hanem azokat az eseményeket kellene tisztázni és intézni, rendezni, amelyek még érzelmileg nincsenek feloldva. Nagyon fontos tudni és ismerni a germán gyógytudományt, hiszen, mint ahogy a bevezetőben is mondtam, paradigmaváltás szükséges. Szükséges az is, hogy a betegek, illetve az egészségesek egyaránt ismerjék ezt a fantasztikus tudományos rendszert. Azért is fontos ezt tudni, hiszen az egészségünk a legnagyobb kincsünk, az egyetlen értékünk, ami valójában igazán számít. Ha egészségesen ismerjük meg a germán gyógytudományt, egy óriási lépést tettünk az egészségünk megőrzése érdekében,
mert ilyenkor már nem bizonytalanodunk el, nem ijedünk meg egy esetleges laborérték megváltozása miatt. Vagy egy diagnózis közlése miatt. A másik dolog pedig az, azokat érint, akiknek van valamilyen egészségügyi problémájuk. Tisztázni kellene azt, hogy mi is a germán gyógytudomány, és az alapokat letenni ahhoz, hogy igazából ezt értsük, használjuk és élvezzük áldásos hatását. Tehát rájöhettünk arra, hogy nem azoktól a tényezőtől függ a megbetegedésünk, amit eddig hát követtek. Nem az iskolázottság, a családi állapot, nem a fizikai aktivitás, a dohányzás. Ezek a tényezők, a külső tényezők, ezek nem is tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát a balesetek, mérgezések, hiányos táplálkozás, őrült diéták következtében nem a germán gyógytudomány tárgykörébe tartoznak. Ezeket fizikai szinten kell megoldani természetesen, és ezek így rendben vannak. Ezekről szól a szerdai webkonferencia. A viszont, ha felfedeztük az érzelmi megrázkódtatásainkat, amelyek nincsenek megoldva, akkor innentől már egyetlen lépés van, hogy ezeket érzelmileg feloldjuk, mert csak attól függ a betegség, hogy hány ilyen fel nem oldott történetünk van, és nem egyik a másikból keletkezik, mint már utaltam rá, nem virágcsokrot kell kötni a betegségeinkből és a receptjeinkből, hanem egyenként kell őket tisztázni, és mindegyiknek az oka ott van bent, mélyen, legbelül, feloldatlanul. Ha pedig halmozzuk a konfliktusokat, akkor a személyiségünk megváltozása fog bekövetkezni, és ezeket a hangulati zavarokat és személyiségváltozásokat azért a külső tényezőknek, családtagoknak néha nehéz elviselni. Ha feloldjuk, ha feltárjuk az eddig fel nem oldott lelki konfliktusokat, akkor valóban a gyógyítással foglalkozunk, ezekben a legolcsóbb megoldás is, és a legtökéletesebb megoldás, mondom, ha érzelmileg oldjuk fel a történetet. És remélem senkinek nincs kétsége afelől, hogy a germán gyógytudomány valóban tudomány. Mert ugye reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, és nem kell állatkísérleteket és statisztikákat készíteni ahhoz, hogy valaki el tudja dönteni, hogy neki mi a baja. Az állatok a saját konfliktusaikat fogják megélni, az emberek meg szintén a sajátjaikat. És nem statisztikai esetek vagyunk, hanem mindannyian önmagunknak 100%-ot jelentünk. Tehát, és csak tőlünk függ az, hogy meggyógyulunk, vagy nem gyógyulunk meg. Nem vagyunk kiszolgáltatva egy másik ember tudásának, nem tudásának, vagy éppenséggel jó szándékának, vagy rossz szándékának. Csak ha nem tudom érzelmileg megoldani, akkor szenvedhetek tovább, mondjam úgy, tudományosan. Én nagyon köszönöm ezt a fantasztikus előadást, drága Karesz. Én nagyon-nagyon élvezek minden webkonferenciát, amit tartunk, de ezt a mait nagyon élveztem, és úgy láttam, hogy olyan összefüggéseket társz fel, amit eddig még senki, és olyan megvilágításba tetted, amit eddig még senki, legalábbis Magyarországról beszélhetek, Hammer doktor után ezzel a témával foglalkozni, én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kihívás jelent. Igen, nem mindegy az, hogy ezzel a tudománnyal, ami orvostudomány, valójában orvosok vagy laikusok foglalkoznak. A laikusok olyan mély összefüggésekbe nem tudnak belemenni, mint az, akinek azért van némi előképzettsége és néhány évtized gyakorlata ebben a témában. Illetve megfelelő és kellő elhivatottsága, mert annyi műhelytitkot hadd fecsegjek ki, hogy egy több mint egy hét készülés volt ebbe az anyagba, belesűrítve, és ahogy Kareszt láttam, rengeteg olyan anyagot feltárt és felkutatott, amivel segített erre a mumus témára egy kicsit másképp rálátni.